Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia székházában a Meteoritok és egyéb költemények című Gessler Mária Garzúj Kossuth Díjas keramikus művész tiszteletére rendezett jubileumi kiállítás ünnepélyes megnyitóján. Mindenekelőtt sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Gessler Mária keramikus művészasszonyt, akadémiánk rendes tagját, aki nem első ízben mutatkozik be a Pesti Vigató épületében, de aki a rájellemző szerénység tanúságjeleként még jubileumi egyéni kiállítása alkalmával is ragaszkodott 8 legközelebbi művész kollégája támogató jelenlétéhez. Isten éltesse művésznő! Nagyra becsüléssel köszöntöm körünkben Vashegyi György urat, akadémiánk elnökét. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy megtisztel minket jelenlétével. Szeretettel köszöntöm házigazdánkat, a kiállítást rendező Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát, dr. Rikli Gábor urat. Nagy szeretettel és barátsággal köszöntöm Sára Ernő urat, az MMA iparművészeti és tervezőművészeti tagozatának vezetőjét, akadémiánk rendes tagját. Szeretettel köszöntöm a hajszál pontosan egy hónap múlva 81. születésnapját ünneplő Gessler Mária és 8 vendégművész alkotásaiból rendezett kiállítás kurátorát, Stróner Márton dizájnert, a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetőjét. Köszönjük szépen, hogy Rikli Gábor főtitkár úr elvállalta a kiállítás megnyitását, nem sokára átadom neki a szót. Nagy szeretettel köszöntöm ünnepségünkön a jelenlévő akadémikusokat, köztestületi tagokat, vendégművészeket és minden kedves művészet és különösen a keramikus művészet iránt érdeklődő vendégünket. És most felkérem Sára Ernő tervezőgrafikust, a kiállítást szervező és támogató iparművészeti és tervezőművészeti tagozat vezetőjét, hogy köszöntse a megjelent vendégeket. A megnyitó ünnep. Pályatársak, tanítványok, tisztelők találkoznak egymással. A megnyitó zajos. De eljön a holnap után, amikor a zaj kiszorul a falakon kívülre, és a kiállító térbe csend lesz. Ez a csend ad alkalmat arra, hogy elmélyüljünk a tárgyakba, elbeszélgessünk velük, vagy olvassuk a meghívott kollégák üzenetét a falakról, amely szintén elgondolkodásra késztet minket. Ezek a műtárgyak a csendben születnek. De van egy kapcsolódó gondolatom még, ami nem szokványos, az a finom, szinte észrevehetetlen hátralépése az énnek, hogy meghívom kedves kollégáimat, és együtt jubilálok, együtt ünneplük velük. Ez egy tanulnivaló szép gesztus. És azt hiszem, hogy emeli ennek a jubiláló kiállításnak az értékét és a rangját. Az én tisztem az üdvözlés. Isten éltessen, Mária! Nagyon szépen köszönjük tagozatvezető úr beszédét, és most arra kérem főtitkár urat, hogy lépjen a mikrofonhoz, és méltassa, és nyissa meg a kiállítást. Tisztelt elnök úr, tisztelt akadémikus hölgyek és urak, kedves Mária, kedves kiállító művészek, hölgyeim és uraim! Nem is olyan régen a Helsinki Magyar Kulturális Központ különlegesen izgalmas pillanata volt, amikor a távoli Magyarországról érkezett kerámiák óvatos kicsomagolása közben, majd csoportos tárlatként való megrendezése közben örventünk a gyönyörű műalkotásoknak. És a megnyitón állva csak azt sajnáltam, hogy a kiállító művészek a világjárvány korlátozásai miatt nem juthattak el Helsinkibe. Így a személyes találkozásunk akkor elmaradt.
Ma annál nagyobb öröm a számomra, hogy Gessler Mária és alkotótársai jelenlétében nyithatom meg ezt a tárlatot, és együtt örülhetünk, együtt ünnepelhetünk. Mert ünnepelni gyűltünk össze, legalább két okból ünnepelni, hiszen a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti és tervezőművészeti tagozata Gessler Mária kerek születésnapjára készülve határozta el, hogy megszervezi ezt a kiállítást a Magyar Művészeti Akadémia székházában a Pesti Vigadóban. Akik személyesen ismerik Gessler Máriát, bizonyára nem lepődnek meg azon a gesztuson, amit már előttem is említettek, hogy akadémikus asszony erről a kerek évfordulójáról nem egyedül kívánt megemlékezni, hanem 8 pályatársát, szintén különleges tehetséggel megáldott személyes barátját, részben tanítványait hívta meg közös kiállításra. E kiállító művészek neve talán hangozzék el a megnyitó alkalmából. Tehát Dobány Sándor, Fusz György, Karsai Zsófia, Kemény Péter, Kontor Enikő, Kungl György, Stroner Márton és Szabó Ádám Csaba. Érdemes arra is felfigyelni, hogy a kiállításon 3 nemzedék keramikus művészei jelennek meg. Ha művészettörténész vagy esztéta lennék, akkor most hosszasan méltathatnám Gessler Mária folytonosan megújuló, mégis mindvégig személyesen sajátos, önazonos művészetét és a művei által körülölelt, többiek által készített kerámia szobrok közötti párhuzamokat, kapcsolódási pontokat. A kiállítás kurátora, Stroner Márton előzetesen meg is osztott velem értékes gondolatokat a művészeket összefűző interkonnektivitásról, a sokrétű interpersonális kapcsolatrendszer vizualizálásáról, mint a kurátori koncepció vezérfonaláról. Ehelyett most a Magyar Művészeti Akadémia főtitkáraként inkább 2 olyan szempontot szeretnék kiemelni, amit az akadémia szempontjából fontosnak tartok. Stroner Márton többek között arra hívta fel a figyelmemet, idézem, hogy a közösen osztott értékrend Gessler Mária művészete és személye organikus módon köti össze ezeket a különböző nemzedékeket reprezentáló alkotókat, illetve hogy ez a jelenség, mármint Máriának a személye és a körülötte összekapcsolódó életművek páratlan a hazai kerámia művészetben. A Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetőjeként azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kerámia művészet meghatározó központjaként ezek a kapcsolatok és barátságok jelentős részben Kecskeméten születtek az elmúlt 4 évtized során, ahol a szakmai és személyes kötődések tapasztalata szerint a kölcsönös tiszteleten, megértésen és elfogadáson alapulnak. Ebben a személyes attitűdben, egymás felé fordulásban látom a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységének is az egyik különlegesen értékes jellemzőjét, lehetőségét. Ugyanis az akadémia, mint alkotmányos köztestület nem néhány akadémikus érdekében jött létre, hanem az egész magyar művészeti életet segítő közfeladatok ellátására. A közös célok kijelölése, a megfogalmazott célok közös megvalósítása éppen ilyen akadémikusok által valósítható meg, mint Gessler Mária, aki központi alakjává vált művészeti ága hazai központjának Kecskeméten, majd a saját jubileumi akadémiai kiállítását is magától értetődő gesztussal 8 alkotótárs meghívásával kívánta összekapcsolni. Gessler Mária tehát a Magyar Művészeti Akadémia szerepére és ideális működési modelljére emlékeztet engem. Így kell kovászként megsokszorozni egy kiállítási lehetőség örömét, így kell szakmai kapcsolatokat ápolni és teremteni, így kell az egyéni életutat egy nagyobb közösségbe ágyazni. A másik gondolat, amit a kiállítás kurátora hangsúlyozott, hogy Gessler Mária meghatározó, megkerülhetetlen alakja a magyar és a nemzetközi kortárs kerámia művészetnek. Gazdag életműve révén egyike a nemzetközi szinten is komolyan elismert kortárs magyar művészeinknek. Olyan alkotó, akinek művészi krédója, minőség iránti abszolút elkötelezettsége és megalkuvás nem tűrő munkamorálja példaértékű mindannyiunk számára. Ezt az elismerést néhány címszóval, Kossuth díjjal, a Nemzetközi Kerámia Akadémia tagságával jelezhetjük, vagy azzal,
hogy munkáit megtalálhatjuk szinte valamennyi nemzetközileg jelentős kerámia művészethez kötődő múzeumban és gyűjteményben. Csodálatos munkabírását ez a szomszédos teremben látható tárlat is meggyőzően bizonyítja, de érdemes megemlíteni, hogy emellett a legjelentősebb nemzetközi kerámia művészeti versenyeknek is máig állandó résztvevője, kiállítója, zsűritagja, mesterkurzusai világszerte keresettek. Ismét Stronner Mártont idézve, Gessler Mária figurális munkáiban tökéletes összhangban vannak a plasztikai és a grafikai elemek. Az általa kidolgozott, különleges transfer technikákat ötvöző technológia lényege, hogy a kétdimenziós grafikai elemeket felvigye háromdimenziós porcelán plasztikái felszínére úgy, hogy azok szerves egységet alkossanak. Ez az unikális, a kerámia művészetben mérföldkőnek számító alkotói folyamat az, ami munkásságát világhírűvé tette. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meggyőződésem, hogy ez a másik fontos kritérium, jellemző, ami a Magyar Művészeti Akadémia különlegességét, egyediségét biztosítja, biztosíthatja. Akadémiánk tagjai a virtuóz technikai tudás és a kiemelkedő esztétikai, művészi minőség elkötelezettjei. A jelen tárlat révén is kézzelfoghatóvá váló kiemelkedő teljesítmények alapján mondhatjuk teljes joggal, hogy a Magyar Művészeti Akadémia intézmény családját és szerteágazó tevékenységét maguk az akadémikusok teszik azzá, ami az akadémia lényege. Tisztelt megjelentek, kedves Gessler Mária Garzui! E sok felemelő gondolat után nem hagyhatok szó nélkül egy fájdalmas hiányt sem. Amikor az említett Helsinki kiállításra készültünk, a műalkotások érkezését vártuk, akkor értesültünk feleségemmel, hogy Mária szeretett férje válságos állapotba került. Megrendítő volt, ahogy ez a mély érzelmi kapcsolat, a törődés és az aggódó fájdalom még a kiállítást előkészítő levelezésen, egyeztetéseken is átsütött. Arra kérem Önöket, hogy a mai ünnepi megnyitón gondoljunk Garzui Ferencre is, aki fizikai valójában ugyan már nem lehet itt köztünk, de hisszük, hogy valamilyen számunkra felfoghatatlan módon és formában mégis itt van. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nagyon szépen köszönjük Rikli Gábor főtitkár úr elemző megnyitóját, hálásak vagyunk érte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy valamennyiünk nevében még egyszer megköszönjem Vashegyi György elnök úrnak, hogy eljött közénk. Köszönöm Sára Ernő köszöntő szavait és Rikli Gábor főtitkár úr megnyitó beszédét. És köszönjük a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek égisze alatt működő nemzetközi kerámia stúdió nem eléggé hangsúlyozható odaadását, segítségét és azt a hatalmas munkát, amit a szervezés és rendezés megkívánt, hogy ilyen nívós, szép kiállítás jöhessen létre. Köszönetet mondunk a Pesti Vigadó ügyvezető igazgatóasszonyának, dr. Molnárné Szunyi Barbara asszonynak és valamennyi munkatársának, Patkó Zsuzsannának, a technikusoknak és mindenkinek, aki segített, hogy ilyen jól sikerüljön ez a kiállítás. Örömmel hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy a tárlat július 28-áig látogatható. És talán megengedik, hogy hangsúlyosan felhívjam figyelmüket, hogy a kiállítás az elhúzódó járványt követően több éves halasztás után valósulhatott meg, de aktualitásából csöppet sem veszítve tiszteleg a tavaly 80. életévét és több mint fél évszázados alkotói pályát magáinak tudható Gessler Mária akadémikus asszony munkássága előtt, amit tanítványai, pályatársai, tisztelői és barátai társaságában ünneplünk most mindnyájan. És azt hiszem ez a legalkalmasabb pillanat, hogy felkérjem elnök és főtitkár urakat, hogy köszöntsék személyesen is virággal művésznőt. Thank you.
Csak még a köszönethez még egyszer visszatérnék a Nemzetközi Kerámia Stúdióhoz. Itt nem jelenlévő Probstner János kerámikus művész kollégámra is gondolok, aki lehetővé tette a stúdió alapításával, hogy évtizedekig dolgozhatunk ott, és hogy az én műveimet mind ott alkothattam és befejezhettem. Azokkal a hűtársakkal, égetőmesteremmel, laboratóriumban dolgozóval, mindenki, aki körülöttem volt a stúdióban, és most pedig a Stoner Márton designer kollégámmal. És köszönöm kedves barátaim, családtagjaim is mindenki, hogy eljöttek. És a sok virágot. Köszönöm. Isten éltesse, kedves Mária, és most kérem, tekintsék meg a kiállítást, és maradjunk még együtt egy kis beszélgetésre, baráti kocintásra, üdvözöljük a művészeket és egymást. Köszönöm szépen a figyelmet.